egy évvel a Népszabadság bezárása után újból utcára került a Népszab is fedél nélkül, mely a megszüntetett Népszabadság emblematikus szerzőinek, fotósainak cikkeivel, képeivel került ki a nyomdából. A terjesztők a reggeli osztáson tömött sorban várták, hogy készhez kaphassák az új számot. Ezt az újságszámot már tavaly várták a vevők, és most nagyon szeretnék, ha újra megjelenne. Neked amúgy is jól szokott lenni a lapok, hogy ehhez megjelenni. Igen, igen. Napi 30 jelenlegünk van. Hát akkor biztos. Szívesen fogadják az emberek ezt a számot? Hát attól függ ki, hogy veszi. Van olyan újság, adtam, hogy nem fogadták el tőlem, és azt mondta, hogy a pénzt azt odaadja, támogat, de a újságot nem kéri. Most ezt már várják, mert ugye volt, aki azt mondta, hogy látták a tévébe, és hogy kettőt is kér belőle. Hát ez pénzkereset. Négy gyerekem van, két szép unokám. Ez Magyarországon, vagyis uniós tagországban, minden országban bejelentett munkahely. Csak nem Orbániában, hogy szoktam mondani a vásárolók. Száz. Viszik olyan nagyon keresik, halljatok. Az árusok most már veszik át a Népszabadságos fedél nélkül, vagy Népszab is fedél nélkül külön számát. Ezt most 17.500 példányban nyomták ki első körben. Ez egy 12 oldalas újsághoz plusz 12 oldalt jelent, tehát egy kvázi dupla számot, amelyben a Népszabadság történetek emblematikus publicistái írnak Új Pétertől Nagy M. Péterig, Tamás Erintől Révés Sándorig, Tóth Ákostól Enkósödítig, és sorolhatnám a neveket. Úgyhogy reményeink szerint az idén is tudunk segíteni a hajléktalanoknak. Ez úgy megy, mint a múlt évben, tehát hogy a Népszabadság Egyesület, illetve a Népszabadság kollektívája állja a költségeket, ugyanakkor minden bevétel a árusoknál marad, úgyhogy mindenki, aki vásárol ebből a példányból, az őket segíti, az otthontalanokat segíti, és hát minden mellett még mellékesen megemlékezhet a Népszabadság lemészárlására is, amely egy évvel ezelőtt történt, és ahogy akkor, most is a fedél nélkülben megtalálhatja hozzánk közel álló, illetve hozzánk tartozó újságírók cikkeit.